Sok szeretettel köszöntelek, Varga István vagyok, a nyers séf. Most áfonyás, superfoodos túrótortát fogunk készíteni, nyers vegán módra. A videóimból már ismerhetitek, hogy a nyers torták legtöbb alapja áztatott datojából készül, ez pépesítve van kókuszreszelékkel és kakaóporral. Itt látható ez a massza. Hogyha esetleg ez az első videó, amit látsz, akkor légy szíves, nézzél meg több videót is, és ott részletesen megmutatom, hogy a torta alja az hogy is készül. Most ezt a torta alapot superfood fehérjével még felturbózzuk, mind ízében, mind pedig táplálkozástani szempontból és emészhetőség szempontból sokkal jobb lesz így. Ezzel még összegyúrjuk. Hú, de jó illata van. A lényeg az, hogy ilyen formázható állagú legyen, akár golyókat is lehet belőle formázni, és kész a superfood golyó. Csütőpapírral kibéleltem a tortaformát, ebbe jöhet bele a massza. Ezt tömörítjük. Mivel ez egy kézműves desszert, ezért én sose törekszem arra, hogy teljesen sima legyen. Én kifejezetten szeretem, hogy akár a rétegek között ívek is vannak. De persze ez is ízlés kérdése. Ilyen lett. És jöhet a krém. A krémhez én most blansírozott mandulát fogok használni. Meg lehet csinálni kesudióval is, ha nincs otthon mandulád. Nagyon fontos, mivel ilyen túrós fehér krémet szeretnék, ezért a héjazott, tehát blansírozott mandulát használjuk. Vízzel felöntjük. Fontos lehet, hogyha nincs ilyen erős turmix géped, akkor érdemes egy éjszakát áztatni a mandulát, úgy azért puhább lesz, és talán könnyebben el tudja vinni. Nagyon fontos, hogy esőnek annyi vízzel öntsük fel, amennyi ellepi, és ezzel kezdjük el a turmixolást, és folyamatosan öntsük hozzá a vizet. Ez azért fontos, mert így tudja a turmix gép homogénné elturmixolni. Persze, ha nem olyan erős a géped, akkor előfordul, hogy szemcsék maradhatnak benne, ilyen mandula darabok, de úgy gondolom, hogy igazából ez nem olyan nagy probléma. Teszünk még hozzá biocitrom levét. Jó kis savanykás ízt fog neki kölcsönözni. Illetve a héját már lereszeltem, jöhet ez is bele. Nagyon fontos, hogy biocitros héját használj. Jó, ezzel elkezdjük túlmixolni, és utána jön majd a többi összetevő. Mint látható, jó sűrű lett.
és ez homogén is. Én két dolgot használok sűrítésre, az egyik a nagy kedvencem, konyakliszt, ebből jöhet belőle egy picike. Azért szeretem, mert nagyon jó nedvesség megkötő, és kevesebb magot vagy zsíradékot kell használni. És olvasztott kókuszolajat is öntök hozzá. Ez azért kell, mert betesszük a fagyasztóba, és hideg hatására megszilárdul, és szeletelhetővé válik. Ha minden jól megy, olyan lesz, mintha ilyen túrókrém vagy joghurtkrém lenne az áfonyával. Ja igen, és a torta alapra jöhet rá az megmosott áfonya, és majd erre fogjuk ráönteni a krémet. Érdemes valamennyit meghagyni a tetejére is, illetve majd díszítéshez is. Édesíteni is célszerű. Én most agave szirupot fogok használni, azért agave szirupot, mert ez nem színezi el, de amúgy nekem édesítésre nagy kedvencem a datoja. De az elszínezné most ezt a fehér krémet. Jöhet a turmixolás. Konyaklisztnek köszönhetően jól be is sűrűsödött. Jöhet a simítás. Elég jó állaga lett a krémnek. Érdemes lehet egy picit megütögetni, hogy a levegős rész az kimenjen. Tetejére belenyomkodhatunk áfonyát. Természetesen ez a gyümölcs részt mindig az aktuális idény gyümölccsel is elkészíthetjük. Például málnával. Ilyen lett. Mehet is be a fagyasztóba, 3-4 órát szilárdul, és utána szeletelhető.